És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, és az iskolába menvén a járda peremé, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Martonvásáron a Brunswick kastélyban vagyunk. Ez az egykori fedett kocsi átjáró, ahol még Beethoven is járhatott. Olvasóink Martonvásáron a Brunswick kastélyt választották a legjellemzőbb épített örökségnek. Fejér és Pest megye határán 30 kilométerre Budapesttől és ugyanennyire Székesfehérvártól áll Martonvásár. A Szent László patak szeli át a kisvárost, az a folyó, amelynek köszönheti a település nem is évszázados, de évezredes népszerűségét. Mert hogy szerették már a kelták és a honfoglaló magyarok is a folyó menti letelepedési lehetőséget, amely közvetlenül Fehérvár budakereskedelmi útvonal mellett volt. S talán éppen ezért, nevéből is kitűnik, igazi kereskedelmi igazodó pont lehetett. Itt áll az a Brunswick kastély, amelynek története közel 250 éve kezdődött. E falak között azonban nem csupán fényes főúri jelenetek zajlottak, de izgalmas szerelmi történetek is. Beethoven és Josephine kapcsolatáról is mesél a kastélyban található múzeum. Sőt, mi több, itt állították az első karácsonyfát is Magyarországon. Martonvásár éppen kisvárosi jellegének köszönheti népszerűségét. 5 éve költöztem Martonvásárra a férjemhez, aki itt nőtt fel, és akkor ez még egy kisebb falu volt, egy nagyon pici városnak számított. Az elmúlt 5 évben viszont, amióta én is itt vagyok, szerencsémre, óriási fejlődéseken ment keresztül. Gyönyörű a kastélyparkja, az épületeket igyekeznek karbantartani és felújítani, és nagyon sok kulturális program is megtalálható, ami az én szívemnek különösen kedves. A legkedvesebb helyeim Martonvásáron éppen nem a könyvekben és idegenforgalmi leírásokban szereplő helyek, hanem a patakpart, a kis erdő, olyan utcácskák, amiket csak most fedeztem föl, pedig már itt élek 4 éve. Mindenki ott szeret élni, ahol született és ahol voltak éppen fölnőtt, ahol tanult, ahol magába szívta a környezetet, és azért lettem az, ami lettem, mert itt tudtam felnőni, főleg ebbe a kastélyparkba. Én nagyon szerencsés gyermekkorom volt, mert édesapámnak itt volt szolgálati lakása, és mi itt nőttünk föl a bátyámmal. Azt szoktam mondani, hogy számomra ez nem egy otthon, hanem maga a szerelem. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, és az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én.